Rendkívül sürgető és időszerűvé vált mostanra már a két ország vezetőjének a találkozása. Egy éve várjuk azt, mi kárpátaljai magyarok is, hogy magasabb szinten a két ország vezetője leüljön, és az ukrán-magyar helyzetről, a kárpátaljai magyarság sorsáról is tárgyaljon. Fontos megjegyezni azt, hogy az elmúlt években nagyon megromlott a két országnak az egymással való viszonya. Fontos lenne, hogy helyreálljanak azok a kapcsolatok, amelyek korábban voltak a diplomácia terén, illetve a két ország között. Fontos lenne, hogy azokat a kérdéseket is napirendre tűznék ez alatt a tárgyalás alatt, ami a kárpátaljai magyarságot konkrétan érinti, ilyen például a kárpátaljai magyaroknak az oktatási joga, ilyenek azok az alkotmányban garantált jogaink, amelyeket az elmúlt években jelentősen szűkítettek. Mindenképp érdekes az elnök kezdeményezése magyar fél felé, hogy egy memorandumot szeretnének aláírni a két ország között. Fontos megjegyezni azt, hogy a két ország között már a rendszerváltást követően megszületett számos olyan megállapodás, illetve olyan egyezmény, amely rögzítette azokat a feltételeket, amelyeket az ukrán fél kellene, hogy garantáljon az országban élő magyar kisebbség számára, illetve a magyar fél is rögzítette, hogy miket biztosít a Magyarország terület élő ukránok számára. Fontos lenne, hogy ezeket betartsák, fontos lenne az, hogy az ország alaptörvényében rögzítetteket betartsák, és mi nem kérjük azt, hogy ebbe a memorandumba több kerüljön bele, csupán az, ami már most is megvan, és ha ezeket a való életben is realizálnánk, illetve betartásra kerülnének, mi kárpátaljai magyarok nagyon elégedettek lennénk vele.